Hát azért jöttem el, mert egy olyan kolléga fejezte be most itt a műcsarnokban a munkáját, akinek a tevékenységét, a munkáját én nagyon sokra értékeltem. Tehát az iránta való és a munkája iránti szimpátiából jöttem el ide. Hogy csalódtam-e, vagy nem, hát szerintem elég sokan eljöttek, és mindazok eljöttek, akikre számítottam. Ahogy látom, ez még nem teljesen kiforrott ez a dolog, tehát megszületett ennek a szövege, amit Méhi József, az Ajka elnöke a tagság körében egy vitára bocsátott, és hát gondolom, hogy napokon belül ki fog alakulni ennek a végleges formája. Én a magam részéről az eljárással nem értek egyet. Tehát, hogyha van egy pályázat, akkor azt gondolom, hogy demokratikus keretek között mindenképpen a pályázók közül kell kiválasztani azt, aki az erre alkalmas személy lesz. Ez nem így történt. Pályázaton kívül nevezték ki azt a személyt, aki az elkövetkező 5 évben a műcsarnok igazgatója lesz. És azt gondolom, hogy egy ilyen eset kapcsán jogos az, hogyha a szakma képviselői ez ellen, az eljárás ellen szót emelnek.